A szekszárdi kamarazenekar ünnepi hangversenyével vette kezdetét az 56-os ünnepség Szekszárdon, majd a Szent István téren folytatódott a megemlékezés. 1956. októberében városunkat is elérte a budapesti események szele. Ács Rezső polgármester ünnepi beszédében elmondta, Szekszárdon a felkelés a szokásos látványelemek nélkül győzött, mégis az itt élők is megmutatták, hogy a szabadság népe vagyunk. Nagyon fontos az, hogy megőrizzük ezt a szabadságot, és ugye a körülbelül világ elég komoly kihívások elé állít bennünket. Mindenkinek a saját területén, a családjában és a közösségében van feladata, van dolga, hogy ezért tegyen, és ugye, hogy ki tudjunk teljesedni tulajdonképpen, és azokat a célokat, amiket egy kisebb vagy közösség kitűz maga elé, vagy egy magánember akár a családban, azok teljesülhessenek, ahhoz szükség van arra, hogy biztonságban élhessünk mindenhol a saját településünkön, biztonságos hétköznapok mellett, szabadon gondolkodhassunk, szabadon fejezhessük ki a véleményünket. A közgyűlés Szabadságért Szekszárd kitüntető címet adományozott a szekszárdi kamarazenekarnak, melyet a megemlékezésen adtak át. Az ünnepi műsort idén a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédi István Szakképzőiskolája adta, a megemlékezés koszorúzással zárult.